Üdvözlet mindenkinek, szevasztok! Ezt most így jól elbaltáztuk ezt az ideülőst, ide ülős történetet, mert egy kicsit megpróbálom arrébb húzni, hogy így jobban elférjek, és akkor így könnyebb lesz. Üdvözlet mindenkinek, sziasztok! Hát régóta terveztem olyan videót, hogy a Koppa nevű törvényről akartam beszélni, és gondolom már mindenki tud róla, szerintem is. Mert ugye Hervi és Tóli Tamás is beszélt róla. Én azt gondolom, hogy ez az egész törvény behozatal, szerintem ez így jó. Ugye az olyan tartalom megtekintését ne adja ki a YouTube a kisgyerekeknek, amiben csúnya szó van. Azok, akik gyerekeknek gyártanak tartalmat, azok nagyon sok mindentől elesnek. Bevételtől nem lehet kommentelni, azt hiszem akkor nem lehet lájkolni, diszlájkolni. És egyébként azok, akik nem gyerekeknek gyártanak tartalmat, és nem 18 éven felülieknek, azoknak ugyanúgy megmarad minden funkció, mint eddig. Én azt gondolom, hogy ez egy furcsa dolog, de szerintem ezt jó, hogy behozták, és sok olyan úgymondott youtuber, videós van, akik ugye gyerekeket vonzottak, mert most már nem lehet bevonzani a gyerekeket. Ugye gyerekek rákattintottak olyan tartalomra is, ami nem nekik készült. Így most legalább azt a tartalmat, ami nem nekik készül, azt nem tudják megtekinteni. Csak azokat, amik nekik készültek. Tehát csak a gyerek tartalmat, amit az adott készítő hiába próbál bevételként megcsinálni, legyártani, nem fog érte bevételt kapni. Aztán így elgondolkodtam ezzel, hogy sokkal jobb így. Meg igazából be lehetne hozni azt is, hogy ne lehessen többször regisztrálni, csak egyszer, saját névvel, saját profillal, és nem lehetne mondjuk több profilt gyártani. Tehát ezt meg kéne szüntetni, mert azért ez nem kellene, és akkor nem lesznek ezek a trollkodások. Leginkább a kisgyerekek trollkodnak. Koppa törvény. Nem olvasgattam annyira végig a dolgokat, de egy-két dolgot végigolvastam. Ha bejelölöd, hogy nem gyerekeknek készült tartalom, és nem akarod 18 éven felülieknek besorolni a videóidat, akkor automatikusan megmaradnak a bevételszerzési lehetőségeid, és minden olyan funkció, ami, hogyha netán több feliratkozód van, akkor megmaradnak. De ha gyerekeknek gyártasz tartalmat, és beírod, hogy csak gyerekeknek készült, csak 18 éven felülieknek, akkor minden olyan funkció, ami nem gyerekeknek való, megszűnik. Tehát a gyerekeknek készítesz tartalmat, megszűnnek azok a dolgok, hogy bevételt szerez, kommentelni lehessen, lájkolni, diszlájkolni. Így van? Hát nem tudom, miért is kezdtem ebbe bele, de azt gondolom, hogy szerintem ez egy tökéletes dolog. Amikor megkaptam az üzenetet, akkor így egyszer gondolom, hűha, mondom, ez most mi? Hát jó, koppa, mondom, beleolvasok, elolvastam az első részt, többi kisebb ilyen kicsomagolt részeket nem olvastam el, hát már késő lenne, de majd azért utána olvasgatok néha egy kicsit jobban, hogy mi a helyzet, de a lényeg az, hogy ha gyerekeknek gyártasz, akkor nem kapsz bevételt. Ha nem gyerekeknek gyártasz, akkor tudsz bevételt szerezni, mivel azért vagyunk be őszintén, olyan tartalom gyártók vannak, akik kizárólag nem akarnak gyerekeknek tartalmat gyártani. Csúnya beszéd, káromkodás, nem olyan viselkedés, vagy bármi olyan jellegű videóban, azt ne nézzék kisgyerekek. Kisgyerekeknek nem kell nézni. Akik kisgyerekeknek gyártanak, azok meg ilyen mesét, meg egyébként, de azok már nem kapnak bevételt. Így van? Meg kapnak bevételt. Aztán így elgondolkodtam ezzel, hogy jó. Hát mondom, én bejelölöm azt, hogy nem gyerekeknek gyártam, és nem akarom 18 év fölött, mert a korhatárosok automatikusan elesel minden olyan bevételtől, ami ugye megjárna, hogyha szeretnéd. Ezért nem soroltam be, aki úgy dönt, hogy nem akarja, hogy gyerekeknek készüljenek a videói, vagy bármi, akik gyerekeknek készítenek videót, azok meg beállítják, hogy gyerekeknek készült, de akkor nincs bevétel. Aki nem gyerekeknek készíti, azoknak lesz ugyanúgy automatikusan bevétel. Ha 18 év fölötti korhatáros a videód, akkor sajnos nem kapsz bevételt. De ha nem korhatáros, akkor kapsz bevételt. Így van? Na ugye. Tóli Tamás videóját néztem a múltkor, meg a Herbie videóját néztem végig, és ő elmondta amúgy, hogy a gyerekek baszták el a YouTube-ot, meg a Facebook-ot, meg most már lassan az Instagramot is. Én nem akarok ilyet mondani, mert hogy a szülők hibája,
Én azt gondolom, hogy minden gyereknek vannak hibái, minden szülőnek van hibája. Szerintem mindenki úgy neveli a saját gyerekét, ahogy szeretné. De szerintem tényleg jó ez így, hogy behozták ezt a dolgot, mert azért kisgyerekek olyan tartalmat ne akarjanak már nézni, ahol káromkodnak, meg csúnyán beszélnek, meg nem nekik készült a tartalom. De mit keres jobb? Tehát neki mi közel van hozzá? Nem? Figyelj már, kisfiam, te mit nézel? Rio oficiál videót nézek, de nagyon csúnyán beszél. Kisfiam, kapcsolat ki azon, és boom, egy pofon. Nem? Tehát így, ja. Igazából a szülőknek is egy kicsit oda kéne figyelni, hogy a gyerekek mit néznek a neten, mit csinálnak a neten, milyen profilokat gyártanak. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokan nem is törődnek a gyerekekkel, hogy csak odaadják a telefont, jó, a kisfiam, játssz, az meg egész nap nyomkodja, és akkor jaj, most akkor beírok valamit, tehát minek? Jaj, még jó, hogy behozták ezt az egészet. Meg így jobb, mert akkor beállítom, hogy nem gyerekeknek gyártom, és akkor legalább talán nem nézzük meg gyereknek. Bár, ha beállítják most, aki regisztrál mondjuk, YouTube-ra csinál egy fiókot, beállítja az életkorát. Beállít akármilyen életkort. Mert igazából bárki beállíthatja, hogy nagykorú. Nem? Tehát, ha eredetileg beállítod a saját életkorodat, és kiskorú vagy, akkor azt a videót, amit én csinálok, azt nem nézheted meg. Mert nem neked gyártom. Tehát kiskorú nem nézheti meg az én videóimat, mert mi köze van hozzá. Tehát kiskorú minek nézi az én videómat. Tehát, mert utána az lesz, hogy tőlem tanuljál a csúnya beszédet, inteltek róla, mert engem nézett, mert engem követ, mert feliratkozott rám, biztos én csináltam azt az egészet, hogy csúnyán beszél. Közben nem én, hanem a szülők. Ugye? Ennyire egyszer ez a koppa törvény, ez jó. Mondjuk ez jó, hogy behoztad. Jó, már régóta megvan ez, csak ugye most jött be ez az egész a YouTube-ra is. Sokkal szigorúbban kell most már fellépni a YouTube-ot, és ez a jó. Tehát ezek a kamu profilok szűnjenek meg. Mert azért mégiscsak jó, hogyha csinálok egy videót, feltöltöm, és a komment szekcióban nem látok ilyen bugyuta neveket, hanem saját névvel, képpel normális kommenteket írnak. És nem kezdeni, hogy első vagyok, második vagyok, nyolcadik vagyok, én vagyok a Box kesztyű, én vagyok a Juan Miguel, én vagyok a Jason Statham, én vagyok a Michael Jackson, én vagyok a John Travolta, én vagyok a mit tudom én, valamilyen műsorvezető, tehát ilyen neveket kitalálnak, meg Cibók László szekrényéből előkerült boxkesztyű, meg ilyenek, nem? Tehát ilyen nevek minek? Normális névvel regisztráljon, meg kisgyerekek. Ne nézzenek olyan tartalmat, ami nem nekik készült, csak is az olyan tartalmat nézd, ami neked kell mesét, vagy ami tényleg rajzfilm, vagy olyan, ami tényleg arra ösztönöz, hogy ebből tanulhatsz. Ebből nem tanulsz, hogy én itt ülök és pofázok, mert nem mondok olyan, csak annyit elmondok, hogy ne nézze kiskorú. És ez tök jó, hogy beállítom, hogy nem gyerekeknek gyártom. Pontosan, de a gyerekeknek gyártom, és korhatáros, akkor nincs bevételem. Nem gyerekeknek gyártom, akkor nem fogják a gyerekek nézni, mert azért jóval a 18 év fölöttieknek kellene néznie, inkább azokhoz jusson el. Mondjuk automatikusan beállíthatják a YouTube-on azt, hogy korhatáros legyen a videó. Akkor van baj, mert ha olyan a tartalom, akkor ők automatikusan beállítják azt, hogy jó, akkor ez korhatáros videó, ebben nagyon csúnyán beszélnek, ebben olyan tartalom van, ami nem illik ide, akkor meg elesik a bevételtől. De ha csak azt állítod be, hogy nem gyerekeknek készült, akkor semmi probléma. Tehát az alsó részt, azt, hogy 18 év fölött vagy 18 év alatt, azt nem kötelező. A felső rész, hogy gyerekeknek vagy nem gyerekeknek kötelező beállítani, hogy nem gyerekeknek gyártod, vagy gyerekeknek gyártod. Tehát ez a legfontosabb, és az, hogy betartsd ezt, és tényleg ne próbálj visszajelni ezzel, hogy te most beállítom, hogy nem gyerekeknek készült közben, meg ők azért figyelik, és automatikusan lesik, és ellenőrzik ezt az egészet. Elég sok profil van, youtuber is, rengeteg, több 100 millió, 100 milliárd videó van, amit azért szerintem nehéz leellenőrizni 5 hónap alatt. Tehát ide évek során folyamatosan ellenőrizni kell. Vagy már lehet, hogy ellenőrizték, és közben egy szűrő által azok a videók, amik olyanok, ők már tudják, hogy melyik videót milyen dolgokba kell besorolni, milyen kategóriába. Azt mondja, hogy gyerekeknek készült, korhatáros, nem gyerekeknek készült. Jó, ez nem korhatáros, tehát ők majd eldöntik, meg automatikusan te is eldöntheted, hogy most kinek mit gyártasz. Meg ha akarod, akkor privátként kezeled a videódat, ha akarod, akkor nyilvánosan, ha akarod, akkor tagoknak csinálsz videót, meg annak, akinek szeretnél. Vagy egyszerűen csinálsz egy videót, és feltöltöd, és akkor azt mondod, hogy jó, csak tagoknak, beállítod, hogy mennyi összegért, és stb. Etc. Sorolhatnánk itt tovább.
Aztán így, most így visszatérve erre a kupa törvényre, hogy így egy kicsit furcsa volt nekem, és meglepődtem rajta, hogy hűha, most én beállítom, hogy 18 év fölött. Meg először tényleg én is hibáztam, beállítottam, hogy 18 év fölött nem gyerekeknek készült. Aztán gyorsan, hát előtte is utána olvastam, csak nem figyelmesen, de valami őszintén. De aztán átolvastam azt a részt, ami úgy gondoltam, hogy, hogy ezért elolvasgatom, amennyire volt kedvem hozzá, meg energiám, meg hangulatom hozzá. És akkor mondom, hűha, hát várjál, 18 év fölött, akkor az korhatár, és akkor nem lesz bevétel. Tehát nem gyerekeknek gyártam, akkor miért akarom, hogy 18 év fölöttiek vezessen el. Tehát akkor nem jusson el 18 év fölöttihez, de ne legyen korhatáros, mert akkor így is. De ezt ki lehet szűrni, mert nem gyerekeknek gyártják, akkor nem lesznek gyerekek, akik nézik. Mondjuk ez érdekes, mert most, ha nem gyerekeknek gyártom, akkor a 18 év alatti, akkor most mi van? Ugye? Ez egy ilyen érdekesség. Jaj, meg voltam esküvőn, meg volt az esküvő szombaton, 16-án, novemberben, délután 1 órakor kezdődött, tök jó volt, hamar véget ért, aztán ebéd volt, úgyhogy ennyi. Egész jó volt, úgyhogy jól éreztem magam. Meg így jó volt, hogy de az egy gyerekek, de most ez milyen van, hogy egy kisgyerek nézi mondjuk egy nem tudom milyen videóst, és abban meg olyan csúnyán beszél, és utána meg az, hogy eltanulja a csúnya beszédet. És akkor a szülő meg csak néz, hogy te jó is, te kisfiam, azt hallottam, hogy te. Na, csak egy videóstól, nem tudom mi a neve, nem mindjárt megmondom, és akkor az anyukám megnéz, hogy te mit nézel, kisfiam, ki ez? Ezt tanulod? Meg nagyon sokan tényleg a YouTube-on, tehát ha tartalmat gyártunk, akkor olyat gyártsunk, ami nem gyerekeknek való. Így van? Azért sokkal könnyebb és egyszerűbb, hogyha nem olyan tartalmakat mutatunk a gyerekeknek, ami nem nekik való, inkább olyat nézzenek, ami nekik való. Jó, mondjuk a mesében is vannak aztán érdekességek, tehát ezt nem lehet előre tudni, hogy egy kisgyerek mit néz. Mert most nem fogja megmondani, hogy én képzeld, de néztem egy mesét, és azt mondta az egyik néni a más nének, hogy te kurva, te ribanc, meg mocskos szájha, meg megbaszott, meg fasz, meg geci, meg picsa. És akkor ezt így elmondja a szülőnek, és a szülő lejti a fakalat a kezéből, lerúgja a lábost a gáztűzhelyről, szétrúgja a gáztűzhelyet, összetöri a tányért, elüvölti magát, elrágja a szőnyeget, és utána azt mondja, hogy mi van kisfiam? Micsoda? Ugye? Tehát, na, a kisgyerekeknek nem a YouTube-on kellene ilyen izé videókat nézni, hanem olyan videót néz, ami neked van. Mese, rajzfilm, szinkron, meg olyan, amiben nincs csúnya beszéd. Na, bazd meg. Nem bazd meg. Nem ugye. Jaj! Most itt üldögélek amúgy, milyen jó, nem? Hogy itt üldögélek. Ez egy tök jó háttér így, nem? Tök faszájnos. Ja, el voltam maszkáltam egy kicsit. Nem hoztam le üdítőt. Mondjuk az milyen már üdítőt hozok ide, nem? Itt elkezdem, kibontom a kólát, hogy tiszolgatok. Ja. Ja. Mondjuk nagyon sokan nem értik ezt a kupa törvényt, de igazából tényleg oda kell figyelni, el kell olvasni. Meg azért kicsit utána nézni a YouTube-on, hogy akkor most mi van, bepötyögöm, vagy most ez milyen törvény, hogyan van, vagy elolvasom az adott levelet, amit küldtek. Amúgy mindenkinek küldtek levelet, szóval mindenki kapott levelet, de a nagyobb YouTuberek, akik mondjuk úgy gyerekeknek gyártanak tartalmat, nem is értem, hogy tehát nem mindenki csinálta volna videót, két ember csinálta volna. Turi Tamás, Herbi. Először is Herbi csinált, aztán Turi Tamás csinált. Turi Tamás nagyon jól elmondta, el is olvasta, és nagyon jól elejétől a végéig mindent megmutatott, mindent megmagyarázott, mindent kivesézett, mindent kicsomagolt, mindent értelmesen elmondott, megfogalmazta jól, értetően, hogy hogyan, miképp vannak ezek a dolgok. Tehát van, aki csak így ránéz, jó, van, nem érdekel, mindig beállítok, valamint ez kész. Tehát meg csodálkozik, ha nem kap bevételt, és kiakad a vérnyomás mérője, mert 280 a vérnyomása, mondjuk az már halál, vagy nem, mit tudom én, nem tudom, hogy melyik a legmagasabb vérnyomás, 280, úristen. De mindegy, és akkor így fogja a fejét, tépi a haját, mondjuk lehet, hogy már kihullott a haja, meg a passz, vagy elvesztette a haját, nem tudom én, lehet, hogy lottól elvesztette, hogy nem nyert, ilyen hülyeséget, és akkor így, mi van, nem kapok bevételt, mi a részfaszú bagoly faszalom, bazd meg, hogy nem kapok, miért nem kapok bevételt, jaj, és akkor elolvassa az üzenetet, hogy micsoda a korhatáros, akkor nincs bevételem,
Hát én akkor határosítom inkább, akkor visszacsinálom, és akkor sokkal jobb, hogy előbb elolvasod, aztán rájössz, hogy mi van. Tehát olvasd el, aztán utána már tudod, hogy mit kell tenned, nem az, hogy ja, jó, mert ott akkor határos lesz, akkor még is kapok bevételt, meg tudom, gyerekeknek, csak gyerekeknek gyártok. Nem. Tehát, hogy gyerekeknek gyárt, korhatáros, nincs bevétel. Nem gyerekeknek gyártod, nem korhatáros, van bevétel. Így van? Pontosan. Most igazából nem akartam olyan videót csinálni, hogy én most itt ülök a gép előtt és úgy olvasom el, meg egyebek. Tehát most, ha aki meg akar nézni, akkor Turi Tamásnak a nevét beírja, és végignézi a videót. Tehát én most nem akarok ugyanolyan videót csinálni, mint ő, mert ő már megcsinálta, elmagyarázta, elmondta. Ha akarod, végignézed azt a 28-29-30 perces videóját. És hogy van hozzá türelmed és időd és kedved. Mert engem mondjuk érdekelt, én végignéztem a videót, és tök jó videó lett, és igen jól elmagyarázta. Hervé is nagyon jól megmagyarázta. Csak Hervé egy kicsit így nagyon őszinte volt, hogy a gyerekek baszták el a YouTube-ot, a szülők hibája, mert a szülőktől tanulnak igazából csúnya beszédet. És pontosan így van. Meg a társaiktól. Nem? Tehát a társaitoktól tanultok meg olyan dolgokat, hogy bazd meg, picsa, meg egyebek. Nem attól, nem tőlem fogod eltanulni ezt, hanem már óvodában hallasz egy csúnya szót, az a mész is azzal kezdett, hogy bazd meg. Mondjuk ez egy kicsit hosszú szó, de mondjuk ezt mondom, hogy bazd meg, vagy fasz, vagy noni, vagy kaki, vagy pisi, vagy hányás, vagy fosás, vagy kukac. És akkor így néznek, hogy mi van, hol tanultad ezt kisfiam, én nem is tanítottam. De mi van akkor, hogyha a szülőknél is vannak ilyenek, ugye? Szokott ez így lenni. Na, várjátok, megnézzük, hogy mennyi időn jár, mert azért mégsem akarunk olyan hosszú videót csinálni. Aha, 16 perces videó. És azért valljuk be őszintén, hogy a szülők is nagyjából hibásak, de igazából a kisgyerekek mindenhol megtanulják ezt. Én arra kérek mindenkit, hogy olyan tartalmakat nézzetek, ami tényleg a korotoknak megfelelő, és amit úgy gondoltok, hogy nézni szeretnétek. Tehát ilyen olyan videókat, mint például az enyémet kisgyerekek, legyenek kedvesek, ne nézzék, mert minek? Tehát nézzél a mesét. Tehát egy 8 éves kisgyerek miért néz mondjuk egy Herbie videót, és akkor utána beírja a hülyeségét, vagy néz engem egy akárhány éves, és akkor ír nekem egy hülye üzenetet, össze-vissza ír valamit, és közben nem nézte végig egy adott videómat, csak elkezd valamit írni. Nem? Ugye? Tehát ez is érdekes, hogy össze-vissza írnak mindent. Nem is néz utána, nem nézte végig az előző videót. Az előző videóban minden elhangzott, mindent elmagyaráztak, mindent megmondtak, mindent megfogalmaztak, értető, értelmezhető, felfogható, elfogadható, elraktározható. Nem? És akkor utána jön ezzel, hogy hát de ez nem is így van, meg nem is úgy van, meg nem is ezt mondtad. Végig se nézte a videót, aztán már magyarázkodni próbál, hogy ő mit tud, meg mit nem. Kisgyerekeknek nem gyártunk tartalmat. Ennyi lett volna ez a kis videó. Megpróbáltam a saját véleményemet itt most gyorsan elmondani, vagy nem gyorsan, de remélem, hogy érthető volt. És ha nem érthető volt, akkor írjál üzenetet. Mondjuk annyira hülyeség az is, hogy nem nézed végig ezt a tizenakárhány percet, hogy mi van, és utána ír nekem valami hülyeséget. Na jó, vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő videóban. Szevasztok!